Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Benne elsőként az FC Ajka hétvégi mérkőzéséről sugárzunk egy összefoglalót. Kérem, tartsanak velünk! Az ETE együttesét fogadta az FC Ajka a Merkantil Bank Liga utolsó őszi fordulójában szombaton. Mindkét együttes számára fontos volt a mérkőzés, az alaegerszegiek akár feljutó helyre is kerülhettek egy győzelem esetén, a hazaiak pedig elmozdulhattak volna a kieső helyről a 14. pozícióból. Az Olá Gábor, Király Krisztián, Kóbor Péter játékvezetői hármas által felügyelt mérkőzés első félideje nem bővelkedett izgalmas pillanatokban. A második játékrész azonban már egészen másként telt. 3 perc játék után gólt szereztek a vendégek, a csereként beálló Szalkai Róbert lőtt a hálóba, 0-1. A gól után folyamatosan támadtak az alaegerszegiek, a helyzetek azonban kimaradtak, és fél órával az ETE gólja után Olasz Dénes egyenlített. Az egyenlítés felvillanyozta a hazai csapatot, de a folytatásban nem várt rájuk újabb siker. Koller Krisztián a 85. percben megszerezte az Alaegerszeg második gólját, és ezzel eldöntötte a mérkőzést. Csank János együttese a győzelemmel a tabella második, azaz feljutó helyére került, az FC Ajka pedig a 14. helyen telel. Kicsit nehezebb meccs volt, mint számítottam rá, bár tudtam, hogy az Ajka nem olyan rossz csapat, mint most, ahogy volt egy pár eredménye, hiszen ismerek egy jó pár játékost. Kétségkívül az is volt, bár nálunk a Daru hiányzott, meg egy-két emberem, aki játszott, azért összedoltozott volt. De hát itt az ellenfélben bizony meghatározó játékosok nem játszottak. Ennek ellenére nagyon összeszedetten dolgoztak, és biztos vagyok benne, hogy el fognak mozdulni a végéről. Vége felé, nem is a hagyadikok, de ott voltak a vége felé. Jól kezdtünk egyébként, és érdekes módon a 20-25. Perctől kezdve akkor elveszítettük a fonalat, akkor sok olyan eladott labda volt, ami párharcokat is buktunk, ami miatt fölénybe tudtak kerülni. Főleg az eladott labdát nem értettem, mert rengeteget gyakoroljuk ezeket, és nagyon labdabiztosak a kis játékokban. Sajnos a fejük, amikor bajnoki mérkőzés van, ez egy tipikus magyaros, akkor nem merik. Tehát küzdenek, mert mikor a labda, akkor is küzdenek, mikor a labda nálunk van, és ezért labdavesztések voltak. Gyakorlatilag úgy éreztem, hogy önjükat a gyagyasérülés egy kicsit úgy bekavart utána, de aztán le is kellett hozni szünetbe, mert föl volt szakadni neki nagyon a szemöldöke. Át kellett a középpályát szervezni, ez a másik félidőben érződött igazán, hiszen a patvaros nem volt olyan jó, mint vártam, a Bedi se tudta azt hozni, amit vártam, és ezáltal nem volt annyi labdaszerzésünk, mint kellett volna. Nem tudtam belenyúlni jobban a meccsbe, hiszen volt olyan emberem, akit azt hittem, hogy le kell, hogy hozzak, mert nem nagyon edzett három hét kiadás után másfél hete edzett, és kicsit tartottam, hogy nem bírja. De aztán bele kellett nyúljak, hiszen a gól után rosszul adtuk elő, akkor akartam cserélni, akkor gólt kaptunk, nem is a Bajlót hoztam be, akit be akartam hozni, gyors embert meg stabilizálni a dolgokat, hanem a Szőlősit kellett behoznom. Szerencsére tudtunk fordítani, mert egy pár rutinos megoldásunk volt azért,
meg olyan is, ami kijött, hogy kit miért igazoltunk ide. Gyakorlatilag azok hozták azt, miért ideigazoltuk szerencsére, és ezzel tudtunk nyerni, de nehéz meccs volt. Azt hittem még egyszer, mondom, hogy ilyen tudású csapat, mint a miénk, ilyen vezetés birtokával azért meghatározóban tud játszani. Sajnos ezt nem tettük meg, az Ajka nagyon ránk jött, ki is tudtak egyenlíteni, utána viszont már azért olyan megoldásaink voltak, amelyekben benne volt az, hogy gólt rúgunk. A mai mérkőzés ugyan alakult, ahogy az egész őszünk. Én most úgy érzem, hogy nem érdemeltünk vereséget ezen a mérkőzésen. Az őszi hazai meccseink közül talán ezen játszottunk a legjobban, azt kell mondanom, egy erős ellenfél ellen, de hát mégiscsak vereség lett a vége, amit nagyon sajnál nyilvánvaló. Én úgy érzem, hogy bennem maradt a csapatban itt a 15 mérkőzésen legalább 5-6 pont. Ha ez meg lenne, akkor könnyű pozícióból várhatnánk a tavaszt, illetve könnyebb pozícióból várhatnánk a tavaszt. Így azonban nagyon nehéz lesz a 10 idegenbeli mérkőzés, ami vár ránk. A mai meccsen azt mondhatom, hogy a játékosok mindent megtettek, még ha tartalékosak voltunk, akkor is le a kalappal a csapat előtt. Egy-egy után úgy érzem, hogy több olyan lehetőségünk volt, amiből megszerezhettük volna a vezetést, és akkor talán még a győzelem is benne lett volna a játékba. Sajnos a kontrát bekaptuk 2-1, után még kapufát rúgtunk, úgyhogy azért mondom, hogy a csapat mindent megtett, de hát ez ennyit ért ma. Kiket nem tudott ma pályára küldeni? Hát nagyon sokan hiányoztak, ugye az állandó sérültjeink után, például a Kovács Gergő, aki Zalaegerszegre jött nyáron, a védelemnek az egyik fontos láncszeme lehetett volna, de ugye ő ma is sérült, ott utolsó 5 fordulón nem tudott játszani. Ugye Wittmant, Nagy Balintot megműtötték, ötödik sárgalap után ugye nem játszott a Pálkai Gergő, Gunter Zsolt és a Major Norbi, úgyhogy azért mondom, hogy le a kalappal azok előtt, akik ma pályára léptek, mindent megtettek azért, hogy az Zalaegerszegen erősek legyünk, de sajnos nem sikerült.